Juhász Bálint vagyok, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke. Ma van a hatodik napja, hogy a szerb kormány kihirdette a rendkívüli állapotot. A koronavírus járvány elleni küzdelem folyik. A leghatékonyabb módja, hogyha otthon maradunk. Mi sem egyszerűbb mondhatnánk, de ez mindannyiunkra plusz terheket ró és gondokat okoz, különösen az idősekre, akik a legkitettebbek a járvány következményeinek. Éppen ezért egy vajdaságot lefedő önkéntes hálózatot indítottunk el, amely több mint 100 településen működik, és mára már egyre növekvő számú 400 önkéntesünk van. Az elmúlt két napban mintegy 700 megkeresésnek tettünk eleget. Mindent időben el tudtunk látni, mindent időben el tudtunk végezni. Itt vagyok most Kishegyesen, itt is fölállt a csapat. Több 10 megkeresés és segítségnyújtási igényt kezeltek az önkénteseink. Együttműködünk mindenkivel, az önkormányzattal, a helyi közösséggel, a Vöröskereszttel, a falugondokkal, annak érdekében, hogy minél többet tudjunk segíteni. Ott segítünk, ahol szükség van ránk. Alapvetően a napi beszerzésben tudunk segíteni, és a gyógyszer beszerzésében. Az alapvető elv az, hogy egy idős személy két naponta kerüljön sorra, így akkor mindenkit el tudunk látni, illetve nagy bevásárlást nem tudunk intézni, csak a napi szükségleteknek a kielégítését. Arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy a honlapunkon, a koronavírus.vms.org.rs honlapon megtalálható elérhetőségeken kérjenek segítséget, hiszen így biztosan megbízható önkéntes fog eljutni az idősekhez, ami plusz biztonságot jelent az idősek számára, biztonságot tudhatjuk őket, ami kiemelten fontos ezekben a napokban, ebben az időben. Vasárnap estétől a piacok szervezését is betiltja a kormány. Kishegyes községben ez már a mai naptól megtörtént. Lehet, hogy drasztikus lépésnek tűnik, lehet, hogy ez nehézséget okoz árusoknak és embereknek egyaránt, de higgyék el, ez a felelős döntés. Továbbá vasárnap hajnal 4 és 7 óra között lehetőség nyílik az időseknek arra, hogy bevásároljanak a kormány által kijelölt bevásárló egységekben. Ez egy lehetőség, és elsősorban azoknak fontos, akiknek nincs más lehetőségük a beszerzést megoldaniuk. Azonban én azt javaslom mindenkinek, hogy maradjon otthon, mint ahogy Európában mindenki ezt mondja, maradjunk otthon. Segítség van, azt tapasztaljuk, hogy a család, barát, szomszédok segítenek, de itt van az önkéntes hálózat. Maradjon minden idős személy otthon, hiszen ők a legkitettebbek a járvány következményeinek. Közel 150-149 fertőzött ember van már Szerbiában, és sajnos az első halálos áldozatot is követelte a vírus. Arra kérek még egyszer mindenkit, maradjon otthon, keressék a honlapon a településre bontott elérhetési lehetőségeket, segítség érkezik, csak kérni kell, és arra is szeretném megkérni azokat, akik önkéntesként segítenék a munkánkat, hogy azokon a telefonszámokon vagy a honlapon jelentkezzenek önkéntesnek. Továbbá mindenkinek felhívnám a figyelmét, ne dőljünk be az álhíreknek. Hiteles forrásból próbáljunk meg tájékozódni. Ilyen például a VMS tematikus honlapja koronavírus.vms.org.rs. Vigyázzunk egymással!